Köszöntöm következő vendégemet, Kuzmányi Istvánt, aki a Magyar Kurír főszerkesztője. Viszont én hadd mondjam el, hogy egyre inkább missziós társak is vagyunk, hiszen az idei évnek már nem nagyon volt olyan nagy emlékezetes zarándoklata, amit valamilyen formában ne közösen tettünk volna meg, bonyolítottuk volna. Gondolok itt akár a Ferenc pápa csíksomlyói látogatása, ahol hát István is olyan, hogyha valaminek neki fog, azt nem kicsibe teszi, úgyhogy 6 buszt koordinált, egészen el az utolsó közös zarándoklatunkig, a nemzeti zarándoklatig, amivel Fatimába Palánki püspök úr lelki vezetésével közel 160 emberrel vettünk részt. Isten hozott itt a stúdióba így Ádám Éva napján. Gondolom a család már otthon erősen vár, hiszen ez nektek is a legfontosabb ünnepetek, vagy az egyik legfontosabb, gondolom. Szervusz! Szervusz, szeretettel köszöntöm a nézőket is. István, milyen érzésekkel vagy így karácsony előtt te, visszatekintve erre az évre, közéletben, munkában, családban, úgy egyáltalán? Bevallom őszintén, egy picit fáradtan, mert mind a munka területén, mind ahogy említetted, az zarándoklatok területén, és minden egyéb területen úgy érzem, hogy egy gazdag év áll mögöttem a családom tekintetében, és a plébánián ugye állandó diákonos vagyok, tehát ott is egy gazdag év van mögöttem. De ilyenkor karácsonykor mindig jó egy picit megállni, ha bár a munka kötelességek, hiszen ma este az egyik csúcspontja van mindig az egyházi évnek. Én is fogok szolgálni éjféli misén, a Szent Atya is ugye be fog mutatni este Szent Misét, és a püspökeink is, és ezt próbálom a Magyar Kurír oldalain is, tehát karácsonykor sem állunk le, kollégáink be vannak osztva, és én is több mint fél szemmel azért rajta vagyok ezen a területen. De természetesen ilyenkor azért az otthoni előkészületek is a csúcsára járnak, és már az utolsó métereken az ember próbálja azt, hogy nehogy véletlenül a fáradtság az kicsapódjon egy olyan dologban, hogy akár egy picit ingerültebben szól az ember a saját gyermekéhez, vagy pedig nem figyel oda a feleségére. Akinek van a felesége, azt tudhatja, hogy azért ezekre mindig kell figyelni. Mi lesz a... hogyan valósul meg a családdal az együttlét, hiszen azért, ahogy mondtad is, neked ma is rengeteg kötelezettséged van. Hát pásztorjátékkal fog kezdődni a mai napnak az ünneplése. Nálunk a templomban mindig hagyományosan 4 órakor kezdődik a pásztorjáték, azt követően pedig készülünk már az esti vacsorára, annak az utolsó előkészületeire, utána akkor érkezik majd az angyal a gyermekekhez, és akkor hát már felsorakozunk arra, hogy elmenjünk az éjfélmisére. Mi szokott oda kerülni? A vacsora az sajnos nálunk nem annyira tradicionális, tehát ugyan van halétel, de nekem a kedvenc ételem a rántott hús, és erről nem tudok sajnos lemondani, úgyhogy a rántott húsnak is ott lesz a helye az ünnepi asztalon ma is, meg szerintem holnap is. Csak nem még zéró is lesz esetleg. De sajnos ezt sem tudom félretenni. És az angyal ilyenkor levelet kap, honnan, vagy pedig csak szóban? Hát az angyal mindig kap, már december legelején a gyermekeim megírták a leveleket, és hát a feleségem tekintetében is igyekeztem figyelni rá, hogy... És a karácsonyfát is az angyal hozza? Igen, a karácsonyfát is az angyal hozza. A nagyobbik gyermek már azért segítkezik az angyalnak, de a kisebbik gyermek még nem. Hát akkor azért még van egy kis misztikum a mindennek, és az éjféli misére oda együtt el tudtok menni, vagy inkább ott még csak te? Együtt. Hát úgy van, hogy a két gyermekem, ugye a Dávid fiam, ő 7 éves, a lányom 10 éves, tehát ők már minisztrálnak, tehát ők be fognak állni a szolgálatba.
feleségem pedig valószínűleg a kórusban fog segítkezni. És akkor a további napok, azok családdal, barátokkal együtt hogyan történik nálatok ez? Nálunk ez hagyományosan úgy van, hogy 25-én, azaz holnap, majd az ünnepi szentmisén én fogok homiliát mondani, utána pedig csomagolunk és elindulunk Nagyváradra. Én nagyváradi születésű vagyok, és édesapám és a nővérem a családjával ott él, és akkor mindig ott is töltünk két napot az ünnepek alatt. Más eltér az, ahogy Nagyváradon ünneplik a karácsonyt, mint ahogy most a mostani? Hát inkább, hogyha gyerekkoromra gondolok, mert akkor nekem az ökumené szó jut eszembe. Édesanyám református volt, sajnos már régen megboldogult, de mindig úgy indult el a 24-e, hogy elmentünk először a református templomba, volt istentisztelet, volt műsor, utána vacsora, angyal jött, éjféli mise, és nálunk az volt a hagyomány, hogy például a pásztorjáték az soha nem 24-én volt, hanem mindig az ünnep napján, 25-én a nagy ünnepi szentmisét követően, akkor még marasztalták a kedves testvéreket, akkor ott is megjött az angyal, tehát talán ebben eltér, meg talán abban is, hogy amikor én gyermek voltam, akkor még hát nagyon szerény mértékben volt televíziós lehetőség, tehát talán még inkább oda tudtunk figyelni egymásra, mint ma. Megvoltak az imák, énekek együtt, tehát inkább kántálás volt például? Kántálás nem, tehát nálunk már, én már ilyen városias gyerekként cseperedtem fel, tehát a testvérem ő református volt, azóta katolizált, de amikor én gyermek voltam, akkor ő a református templomban mindig készült. Náluk egy ilyen kicsit prózai műsor volt, tehát nem pásztorjáték, jó magam meg mindig pásztorjátékban vettünk részt. Azt csináltuk, hogy utána még ezt többször előadtuk, akár olyan helyen, tehát elmentünk egy árvaházba, vagy egy másik templomba, ahol nem volt rá lehetőség, hogy felálljon egy ilyen kis csapat. Itt most a karácsony közvetlen előestéje előtt pár perccel, pár órával, hogyan tekintesz az elkövetkezendőkre? Hiszen azért neked nagyon felelősségteljes feladatod, beosztásod van a média területén. Milyen érzésekkel várod az eljövendő esztendőt? Próbálok mindig nyitott lenni arra, hogy mi is vár engem az új évben, is próbálom magam megnyugtatni. Van is egy anekdóta, hogy amikor 23. János egyszer éjszaka próbált aludni, akkor forgalódott az ágyában, épp a liturgikus reformról tárgyaltak a II. Vatikáni zsinaton, és hát nem tudott elaludni. És Jézus megjelent neki, és kérdezte, hogy hát János miért nem alszol. És azt mondja, hát mert hogy épp vitatkoznak a kedves atyák erről, és hát nem tudom, mi lesz holnap. És akkor mondta, hogy de hát kedves János, ki vezeti az egyházat, te vagy én? És akkor mondta, hogy te uram, hát akkor aludj nyugodtan. Tehát, hogy ha szabad erre utalni, ha bár korán sem vagyok egyházfő, de én is sokszor nyugtalanul forgulódom sok minden okán, de most próbálok azért abban a bizalommal előre tekinteni, mire Jézus is próbálta figyelmeztetni 23. Jánost. Nagyon köszönöm, ez zárszó is lehetne, viszont én nagyon szeretem az anekdotáidat. Van olyan az elmúlt, akár csak a közvetlen elmúlt erről az esztendőről, vagy akár visszább tekintve, amit szívesen megosztanál velünk így karácsonykor, személyes történet, személyes emlék? Hát talán a legszemélyesebb az egy zarándoklathoz, a fatimai zarándoklathoz kapcsolódik, amikor elmentünk, biztos a kedves nézők közül is többen voltak már akár személyesen, vagy láthatták, hogy ott mindig este 9:30-kor kezdődik a rózsafüzér, és bevallom őszintén, nem vagyok annyira érzelmes ember, mint amennyire gondolom magamról, de hogy ott tehát több tízezeren összegyűltünk az egyik este rózsafüzért imádkozni, gyertyákkal énekeltünk, és tehát az a meghittség, ami ott egységbe formált mindenkit, legyen portugál, spanyol, magyar, vietnámi,
és én úgy láttam, hogy a kedvenc zarándok testvérek is, de magam azt nem merem bevallani, hogy én is ott megkönnyeztem. Tehát azt a nagyon személyes hangulatot, hogy van egy Istenünk, ennek az Istennek. De egyik este imádkoztál is. Igen, tehát arra például nem készültem, és hát az volt a koronája az egész útnak, mert hogy épp hátra vittem azokat, akik a magyar nyelven mondták a rózsafüzért, és ott elvonultam kicsit oldalra, hogy elmondjam még az esti zsolozsmát, hogy nem belealudjak majd este, és akkor oda jöttek hozzám, hogy beszélek-e angolul, hát mondtam, hogy egy picit beszélek, és kérték, hogy akkor nem mondanám el az angol, nem olvastam el fel angolul az elmélkedést. Tizednek a felét, hát az nekem igazi ajándék volt, mert arra nem készültem. Nagyon szépen köszönöm, és áldott szent estét, és ünnepkört kívánok neked, szeretteidnek, és valamennyi munkatársadnak, barátodnak, hiszen a magyar kurír közössége, az nekünk is már mondhatom, hogy baráti közösség, hiszen nagyon jó veletek együtt dolgozni. Köszönöm ezt ezúton is. Köszönöm én is neked a meghívást, meg a egész éves közös munkát, és neked is, meg a kedves nézőknek is áldott boldog karácsonyt kívánok.